Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb csattanó videóban. Folytassuk a jó kis orosz, vérbeli orosz balesetes videókat. Moszkva, ha! Azt legalább megértem. Mi is volt itt egyébként egy pillanatra? Ja, hogy belement a teherautó. Nem is kicsit egyébként. Ez meg Szentpétervár. Jaj. Azért adott a Ladának egy pofont. Egyébként jó, hogy ilyen részletesen látjuk ezeket a videókat, meg ugye a képeket róla utána. Jó lenne, hogyha még érteném is, hogy mi van oda leírva alulra, de hát ez van, mindent nem lehet. Igen. Az a ketten ott miért mentek annyira előre? Ojo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 j
Jó, még kultúráltan megoldották egyébként. Igen, hát a teherautó, az... Hát ha jól látom, minden akkor egy kicsit levágta az ívet. Na, itt kinek van, volt mi? Várjál, neki volt... Nem, annak a kombinak volt... piros lámpája. Nézd meg, és lelép. Ajaj. Igen. Jól látom, egy lada. Aha, megtaláltam másik ladát. Hát, nem azért, komoly anyagi kár volt, valószínűleg nem keletkezett. Szép. Igen, a lámpa sárga, piros. Ez oké, okay, de elvileg most persze nyilván hibázott. Tehát nem kellett volna neki így átcsúsznia, vagy átmennie, de ez nem tudom, nálunk például nem úgy működik, hogy egyből, ha az egyik pirosra váltott, már rögtön a másik zöld. Jó, azt hittem már a vezető oldalt találja meg. Jézusom, ezek a teherautósok, ezek életveszélyesek. Ez ilyen no comment, tehát utolérték egymást. De alig, nézd meg, alig, mint, innen úgy tűnik, mint hogy alig sérült volna a fehér autó. Érdekes. Hát... Ja, tényleg nem tűnt annyira vészesnek. A többihez képest legalábbis. Te miért, mit csinálsz te? Na vár. Itt ki talált meg kit? Úgy néz ki, megint lemaradtam. Aha, ő megtalálta ott. Aha, azért megtalálta a sarkát. Igen. Gyerekek. És akkor mondják néhányan azt, hogy a közlekedési kultúra Oroszországban semmivel sem rosszabb, mint nálunk. Hát dehogy nem.
Én azt tapasztaltam, hogy nálunk az ilyen kereszteződésekben, még hogyha elsőbség is van valakinek, lassabban érkezik be. Ott meg hát látjuk, hogy hogyan száguldoznak. Ettől függetlenül nem azt mondom, hogy ő a hibás, de... Na, tehát... Kicsit jobban odafigyelhetne szerintem mindenki. Igen... Ho-h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 o... A busz mögött? Jaj, ott, igen. Igen, ez a tipikusan, ez a tegnap se jött senki elv, ahogy így észreveszem. Az egy csinos kis frontális ütközés. Jól látom, meg ilyen jó kis jeges csúszós úton. Ahogyan azt kell. Hát itt... Hát itt ezt nem nagyon értem. A vigényeljétse na szóik tezik, hogy ó, aj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 
Az egy kicsit letarolta ott a korlátot. Hát igen, a BMW az ki lett csinosítva. Júj! Ezt a kereszteződést szerintem már több videóban is láttam. És nézzétek meg egyébként, hogy tehát semmi... Tehát most egy pillanatra megállítom, meg vissza is tekerem. De nekem úgy tűnik, mint hogy itt semmi rendszer nincsen. Tehát azért nálunk főleg egy ekkora kereszteződés, ahol mindenki mehet ráadásul mindenfelé. Mert szerintem semmilyen korlátozás nincsen, hogy jobbra vagy balra nem lehet kanyarodni. Tehát egy ilyen helyen, és teli zöld van. Tehát az, hogy nincsen semmiféle felfestés, meg alapból nálunk szerintem nincs is egy olyan ilyen kereszteződés, ahol teli zöld van mindenkinek. Tehát kanyarodó sávok vannak kialakítva, meg ilyesmi, hát nem tudom. Ez rohadtul veszélyes. Hát megtolta a kis autót. Kicsit a hátuljából levet, mondjuk úgy. Aja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 j
Az de gyönyörű! Ügyes. Mind a kettő. Egy kicsit egyébként. Tehát ez a... Nem tudom. Nem akarok... Nem, mindegy, nem mondok inkább erre semmit. Igen, már nézelődik. Igen. Ott nem... Nem tudom, miért dudált rá? Gyönyörű nyelv. Miért dudált rá? Mi rosszat csinál? Vagy mi volt az, ami... Valószínűleg itt magyarázza el éppen, hogy szerintem mi volt a probléma. Я сейчас позвоню.
Na ah, persze, azért nem adott fel. Mindjárt befékez neki. Ez. Ez kurva vicces. Na ez a fölösleges... Ez a fölösleges baromkodás. Na, akkor mindenki azt hiszi, hogy birkózó szart zabált aztán. Na mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Következőkben ugyanilyen videókat fogunk megnézni. Sziasztok!